Köszöntöm nézőinket, az ismerős mai vendége. Mondhatom azt, hogy ide hozzánk a szomszédságból jött, ugye mi a Vármegye házában üzemelünk, a Tolnatály Televízió stúdiója itt található, és hát itt mellettünk van egy büntetés végrehajtási intézet, egy börtön, ha úgy tetszik, a parancsnok uracsmél Jánost köszöntöm szeretettel. E, mielőtt elkezdenénk beszélgetni, most a nézők már látják a nevét, azért egy megjegyzést engedjen meg, a nevével biztos, hogy sokszor megküzdött már, vagy mások megküzdenek. Igen, azt gondolom, hogy mások küzdenek meg vele, és nem én egy sváb családból származom, és mint ez, hogyha látható a képernyőn, akkor ez kiderül, nem szégyellem, sőt büszke vagyok rá, és azt gondolom, hogy segítek mindenkinek abban, hogy hogy kell helyesen ezt leírni. Parancsnok úr, avasson be a részletekbe, ugye ö, ismerjük önt, látjuk önt, egy fiatal ember, egy fiatal vezető. Hogy került ide hozzánk, ugye ő nem Tolna megyei, ezt is elárulom ezzel. Mi volt az az út, ami ide Szexárra hozta? Talán kezdeném onnan, hogy a középiskolai tanulmányai befejezése után, ami 87-ben történt, egy másfél év katonai szolgálat követte ezt a érettségét, és ö, ez a másfél év katonai szolgálat után én tiszként szereltem le, és a családban megelőzve a következő kérdést. Voltak már büntetésfigyelhetési dolgozók, édesapám is egy ilyen intézet, KFT-nél akkor még a célgazdaság volt dolgozott, és szerettem volna oda kerülni, illetve hát presszió ugyan nem volt a család részéről, de örült neki mindenki, hogyha közszolgaként kezdem a pályámat vagy a munkámat, és akkor felvételt nyertem két évig nevelőként dolgoztam, aztán a rendőrtiszti főiskola büntetés szakán tanultam nappali tagozaton három évig, és utána biztonsági tiszti őrparancsnoki beosztásba kerültem, aztán osztályvezető lettem 98-tól, 2000-től parancsnok helyettes, és 2003. május 12-től pedig dolgozom itt Szexárdon. Biztos, hogy sokan megkérdezték már öntől, és ugye utalt a családi hagyományokra, de mégis mi az, ami, ami ebben a hivatásban valakit ennyire megfoghat? Ugye egy kívülálló, egy laikus lehet, hogy azt mondja, hogy Isten, hát dehogy akarok én ezen területen dolgozni, meg jaj, ne is találkozzam ezzel, és ön pedig ugye egyike azoknak, aki erre tette föl az életét, a hivatását. Igen, azt gondolom, most már mondhatom, hogy ez így van, hogy eredetettem fel az életem és a hivatásomat. Ugye mi ezt mindenki látja és tudja, hogy egyenruhások vagyunk, de nem katonák. A szakma, izgalma, szépség, ami magával ragadja az embert, az, hogy, hogy emberközpontúak vagyunk, és valóban is hiszem, hogy ennek is kell lennünk. Ez lehet igazán az európai büntetés végrehajtás. És az, hogy olyan emberekkel vagyunk együtt, nem összezárva, hanem vagyunk együtt és dolgozunk akik nem biztos, hogy súlyos, lehet, hogy kisebb súlyú bűncselekményeket követtek el, ezen a skála igen változatos, akinek a problémáiban a segítségükre lehetünk, és minden nap új dolgot, érdekes dolgot hoz ez a munka, és mondom, ez az emberközpontúság, ez az, ami engem rendkívüli módon megfog, érdekel, izgat, és ezt szeretem ezen központúság mellett, amikor kezdte a pályát, fiatalabb volt, mint most, akkor például gondolt arra, hogy majd vezetőként is meg kell állni a helyét? Vagy, vagy, vagy mennyire más kihívás az, hogy az ember börtönparancsnok lesz? Ha szabad így mondani, hogy a pályám elején, igen, akkor csak fogva a, voltam együtt de azt gondolom, hogy annak is megvan a maga szépsége, hogy vezető lehet valaki. Tehát az állományjal való emberközpontosság, a munkatársaimmal ez ugyanúgy vonatkozik erre a területre is. Azt tudom mondani, hogy, hogy mint vezető, mint börtönparancsnok nem szakítottam, és nem is kívánok szakítani azzal, hogy érintkezzem a fogvatartottakkal, és ne csak az állománya. Azt remélem ettől, hogy személyes példám, statuálásra, vagy személyes példamutatásra is tudom a kollégáimnak a általam elképzelt helyes irány mutatni, de igen, nagy, fordító, nagy gondot fordítok arra, hogy, a kollégáimmal, mint vezető foglalkozzak, egy jó, egy erkölcsileg stabil, egy képzett állományjal tudjak együtt dolgozni. Ezt is nagyon fontos területnek érzem. Egy ilyen intézményben nagyon szigorú szabályok vannak, ugye, és hát nem biztos, hogy olyan módon működik a napi rutin, mint mondjuk egy, egy, egy irodában, de hát ezt gondolom, hogy mindenki tudja. Ennek ellenére ön egy nagyon-nagyon egy kedves, sőt, sőt még mondhatnám, egy kicsit szerény ember benyomását kelti. Egyébként most a közelmúltban volt már hasonló tapasztalatom, ott egy nyugállományba vonult rendőrkapi, kapitánynál éreztem ugyanezt, hogy az ember lehet, hogy ez már egy ilyen, ilyen beidegződés, hogy azt várná, hogy ide jön egy börtönparancsnok, vagy egy rendőrkapitány, az egy kemény ember, aki szigorúan fellép, és teljesen más, egy, 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 teljesen más típusú embert látok a vezetői székben. Hogy ez a kettő, ez úgy hogy fér össze? Vagy lehet, hogy ez kell, pont ez a, akár a, 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 korábbi évek tapasztalatához most az ilyen típusú intézményekben is egy, egy szemléletváltásra, egy egy más vezetői készségű emberekre van szükség. Kezdem az elején. Összefélek. A... Egy kicsit, de remélem, hogy összefér... sikerül. Mert... Abszolút összefér a kettő. Az, hogy, hogy próbálok a munkatársaim felé, és nem csak kint a civil életben is nyugalmat, erőt, kiegyensúlyozottságot sugározni, remélem, hogy sikerül is, és nem csak próbálok, hanem akkor ezt ők is átérzik, és az a belső szigor, amit mondott, az a szabályozottság, hát természetesen nem lehet egy irodai munkához hasonlítani, hiszen az elején is elmondtam, hogy, hogy ez nagyon változatos, izgalmas, érdekes, mindig új emberek jönnek, új fogva tartottak, és ezt egy, egy nagyon szigorú belső rendel fegyelemmel lehet megtartani. Azt gondolom, hogy nem hangos szavakkal, nem kiabálva, és, és nem, valóban igazi autokrata módon lehet vezetni egy ilyen intézetet. Én hiszek abban, hogy, hogy ez is megváltozott. Igen, szükségesnek tartom ezt a, és azt gondolom, hogy ez ez zajlik is most országos szinten büntetésféle rajtáson belül ez a szemléletváltás. Egyébként meg meg nincs abban semmi különös, hisz az emberek van egy egyéni, egy saját ados, adottsága, egy habitusa. Én azt mondom, nem kell megváltozni attól, hogy valaki első számú vezető lesz, vagy ez a nagyon hangoszott szó, hogy börtönparancsnok, semmi különleges nincs ebben. Ez is egy munkahely, a saját maga szigorával, belső rendjével, szabályozottságával. Ezt a szexuális intézményt ugye sokan ismerik, mert sajátos a helyzete. Ugye a város központban hát nem jellemző, sőt talán nem is én biztos nem tudnék mondani, hogy lehet, hogy van még erre példa, hogy ennyire úgymond benne a központba legyen egy ilyen intézmény. De Tehát hála jó Istennek kopogjuk le, különösebb dolgok itt nem történnek. Úgy szépen megvan a lakosság, az idejövő emberek, meg úgy működik az intézmény. Amikor ön jött Szexándra, akkor úgy mit gondolt, hogyan Fogadta ezt a kisvárost, ezt az egész milliót. hadd szóval mondjam el, hogy, hogy nagyon érdekes ennek a történet, hogy ide kerültem, és az országos parancsnok úr május 10-én felhívott, és egy olyan gyors döntést, olyan választ várt, amelyen én szinte fél nap alatt kellett, hogy döntsek, hogy választ hogy elfogadom -e ezt a beosztást ismertem szexárdot, kisváros jellegét, a csendjét, nyugalmát, és én egyébként egy olyan mezőgazdasági intézetben dolgoztam, és egy nagy községben éltem, mielőtt ide kerültem, ugyanez volt a jellemző Hartán, ez Kalocsa mellett van, és az Állampusztai Intézet, ami, pedig Harta mellett. És az nyilván egyértelműen megfogott és vonzó volt, hogy, hogy nem egy ilyen nagyvárosba kerülök, ha elválom ezt a beosztást, és nem egy nyüzsgésbe. Tehát ez egyértelműen szimpatikus volt. Azt viszont azon elgondolkodtam, hogy ebben az intézetben, ahova kerülök országos szinten is, ez így van, hogy a város közepén van, lehet-e nyugodtan dolgozni? Vajon, ha nekem azonnal kell választadnom, és rögtön ide kell jönnöm másnap dolgozni, akkor vajon ebben az intézetben vannak-e problémák? Mindezekkel együtt kihívás, Dívatos szó, de igen, úgy éreztem, hogy ez az. Fiatal vagyok, elvállalom, sok rokon szemes dolog van, és azt hadd mondjam, hogy nem kell senkinek ezt megköszönnöm. Úgy érzem, mert én ezt emberi kapcsolatok terén ezt jelzem, de nagyon-nagyon jó érzés volt, és nagyon nagy örömmel fogadtam azt, amikor ide kerültem, ahogy a megyei vezetők, akár rendvédelmi társzervek, vagy egyáltalán karitatív szervezetek a polgármester úr hogy fogadtak és ahogy viszonyultak, mint fiatal és új vezetőhöz az intézetben, ahol nem mindig mentek rendben a dolgok. Ez nagyon-nagyon eset, erőt is és biztosást adott egyébként. Az elmúlt időszak azonban önt igazolja, tényleg itt ne bolygassuk a múltat, de utalt rá, hogy tényleg nem volt itt minden rendben, és hát erről mi is a sajtó is beszámoltunk természetesen. És most úgy, úgy, úgy jól van, minden rendben van. Hányan vannak most, hogyan alakult itt a, a börtönélet, hogy így mondjam, beszéltünk korábban fejlesztésekről is, volt szó átalakításokról is, mi zajlik most ilyen téren önöknél? Hát először is kezdeném a kollégáimmal, a fiúkkal, közel van százon. Is, nem? Közel igen-igen. De többségében, <laughs> van. és a szakma, és nagyon szeretem a kolléganőimet is így van. Közel százon vagyunk, akik. Ezben benne vannak a vállalkozási szerződéssel foglalkoztatottak is, akik ellátjuk el, látjuk ezt a feladat, elvégezzük ezt a munkát. Azt gondolom, hogy kisebb fluktuáció van, de ez aggodalomra nem ad okot. Egy vezetőváltás után mindig vannak személycserék, és van, aki úgy érzi, hogy nem tud megfelelni az új elvárásoknak. Ebben nem látok különös dolgot, ez rendben van, azt gondolom. Fogva Fogvatartotti létszám zsúfoltan vagyunk. Ez egy, és ez nem titok, 97 férőhelyes intézet, és olyan 120-130 a telítettségünk, tehát közel a a százalékos arányhoz lehet következtetni, hogy 120-130 fő között mozog a fogvatartotti létszám. Ehhez gyorsan szeretném elmondani, hogy Tolna megyében a legkisebb a bűnözési ráta, ez örömre ad és akik itt bűnöznek, más megyéből jönnek, de uh, sajnos az országos telítettség miatt nálunk vannak olyan fogvatartottak, akik nem uh, megyében laknak, mivel az a lakhelyhoz közelséget mi uh, szerencsére hál' istennek, tudjuk tartani, ezért nagyobb a zsúfoltság, fejlesztések. Nyilván fiatal vezetőt a országos vezetőim, főnökeim is megtámogatnak. Igen, sikerült nagyon sok dolgot elérni, fejleszteni, újítani, amiről nagy örömre önök is beszámoltak. De az kicsit szívfájdalmam, ezen a gyönyörű térem, minden megújul. Egy, egy európai, egy gyönyörű, bíróság, megyei bíróság, és ha kész lesz a, az ügyészség is, akkor mi egy picit, mi egy pici szégyen leszünk, de, de el, hogy nagyon sokat dolgozom azon, hogy, hogy, hogy külsőleg is megújuljunk, megújjon az intézet, vagy akár azt gondolom nem utópia, városközpontba elköltözve egy új intézet létrehozását sem tartom elképzelhetetlennek. Lát erre Következő tíz évben biztosan. De hát optimista kell, hogy legyek. Tudja, hogy mi volt még nagyon érdekes számomra? És ez most jutott eszembe, ahogy így a, a társintézmények, vagy hát a szomszédos intézmények felújításáról beszél, amit a városközpontban járók láthatnak, hogy én egy valamit észrevettem hogy azt hiszem, hogy talán előbb volt az, amikor ilyen karácsony és húsvét, tehát az ilyen ünnepek környékén a börtön ajtaján kívülről ezek a, a, gyönyörű szép kapudíszek megjelentek, illetve most új ajtó is van, egy gyönyörű fa ajtó. Igen, köszönjük szépen. Erre is szeretnénk sokat fordítani. Ahogy mondtam is, Tornatelt is bemutatta, hogy nagyon szeretnék kifelé nyitni, hogy az itt élő emberek, és egész megyei szintig ismerjék meg, hogy ez nem misztikum, ez egy sajátos környezet, ahol embereket tartunk fogva, és nem rossz embereket. És, ez, és, és ismerjék meg azt, hogy, hogy a kész sztereotípia között, ami azt jelenti, hogy feszített víztükrű medencébe lubickolnak azok a rabok, akik komoly erőszakos bűncselekményeket követtek el, vagy, vagy a másik mert véglet, van, másik nincsen. A másik véglet az pedig az, hogy emberraktárakban újabb bűnözőket képzünk. Azt gondolom, hogy ezzel is egy picit szeretnénk kifelé mutatni, hogy barátságosak vagyunk, és ahogy mondtam a legelején, ezt nagyon fontosnak tartom, emberközpontúak. És azt gondolom, hogy ugyan nem vagyunk élelmiszer, hogy jó ide bejönni, de mégis kellemesebb érzése jönnek be, Hozzátartozók, egyáltalán mi lépünk be az intézetbe, azok a ö, ügyvéd kollégák, akik bejárnak, a jogi képviselők, azt gondolom, hogy egész más ö, érzéssel kerülnek oda be hozzánk, jönnek be akár dolgozni, akár látogatni a hozzátartozóikat. Mm, igen, köszönöm, hogy ezt észrevette. Nagyon nehéz a társadalmi előítéletekkel megküzdeni? Nem nehéz de úgy érzem, hogy folyamatosan kell. Nem népszerűsíteni szeretném, mert mondom, szerencsére hál' Istennek feltöltött az állományunk, de azt viszont mindenképpen, hogy az elfogadottságunk, a, a civil társadalom által való megértésünk, az, az, olyan legyen, hogy, hogy tudja mindenki azt, hogy, hogy amit elmondtam, hogy a kész a között van középút. Beszéljünk most, ne dolgozzunk egy kicsit, beszéljünk a családjáról. Hmm két uh, aranyos fiam van, mindkét fiamra uh, nagyon büszke vagyok, és uh, ők nem élnek itt uh, velem, uh, ők ott, ott uh, élnek hartán, de feleségem pedagógus, óvónő, és nagyon sokat uh, jönnek akár hétvégén, akár uh, tanítási szünetekben. A nagyobbik fiam 14 éves, a kisebbik hét. Uh, és hát én is járok haza hétközben természetesen, de hát azért azt, amikor elvállaltam, és igen mondtam erre a beosztásra feladatra, akkor ezt is mérlegeltem, hogy, hogy, mit hoz ez. Én nagyon bízom benne, hogy ez a helyzet is majd rendeződni fog valamilyen formában, és, és akkor lehet együtt a család. Tehát nyilván nem várhatta, hogy ők egyik napról a másikra mindent borítsanak. Így van. Nincs is erre szükség, mondom, mert hogy azért én is sokat járok haza, illetve hát ez a 67 kilométer és ez a vitatott M9-es út és híd, ez nekem nagyon jól jött, és nagyon gyorsan, hát háromnegyed óra, fél óra alatt meg tudom tenni ezt a távolságot, igen. Itthon is otthon vagyok, mert kezdek azzal küzdködni, hogy azt mondom, hogy itthon vagy otthon, uh -huh. de, de azért megbirkózunk ezzel is. Az mennyire hat ki az ön család életére, hogy az a hivatása, ami? Hmm, érdekes. Ez még úgy nem került előtérbe. Hmm. Azt gondolom, hogy ez mivel már így házasodtam meg, hogy én közszolga, a divatos nyelvű masszer vagyok, hmm, börtöntiszt, hmm, ezt mindenki elfogadta a családban, a feleségem családjában, az én ö, szüleim is, ez teljesen természetes, ott normális. Igazándiból azt mondhatom, hogy egy picit mindenki alkalmazkodik ehhez. Lehet, hogy sokszor nem veszem észre, hogy ez már ö, mehetne esetleg a család rovására, éppen ezért, mert mindenki ö, azt túlzásán azt mondom, hogy asszisztál, de, de nagyon segítenek abban ö, feleségem családja és az én családom is, hogy, hogy jól helyt tudjak állni. Hát hisz, Azért most is, amikor ide kerültem, és egy új intézet, új vezető, nagyon sok új prioritás került előtérbe, amit el kellett végezni, és enélkül ez nem lehetséges. Említette ugye, hogy az ön családjában voltak, akik a büntetés végrehajtás kötelékében dolgoztak, tehát nem volt ez annyira idegentőle. Két fiam van, ezt is megtudtuk, tudtuk e hogyha ők ezt a pályát választanák? Hmm látni fogják ezt a műsort. Uh, pressziót nem szeretnék gyakorolni. Az, hogy büntetés végrehajtási dolgozók legyenek, az még túl picik ahhoz, hogy azt mondjam, hogy igen. De azt viszont szeretném, és azt gondolom, hogy mondom presszió befolyásolás nélkül, hogy, uh, hogy talán valahol megtalálják a helyüket egy ilyen rendvédelmi szerve, de hogyha nem, uh, ugyan 14 éves a fiam, de nagyon-nagyon informatikai beállítottságú közgazdási iskolában kezdett most járni. Nem bánom és örülni fogok, ha nem jönnek, viszont Viszont nagyon-nagyon büszke leszek, hogyha ha ehhez a pályához közel fognak dolgozni. Igen, valahol szeretném, persze. Beszéljünk még egy kicsit továbbra is a magánéletről, mondjuk azokról az időkről, amik, amik, amik tényleg csak azzal telnek, hogy önmagával foglalkozik. Van-e valami különleges hobbi, van-e valami szenvedély, amire a sok-sok munka egyelőre még az ingázás mellett jut idő és szakít rá időt? Én mondom, hogy egyszerű embernek tartom magam, és nincsen különleges szenvedélyem, hobbim. Most nem is jut rá egy időm, is, ahogy mondtam, hogy ahol éltem, nekem ott él a teljes rokonságom, és ugyan itt is már nagyon korán barátokat szereztem, jó ismerősöket. De igen, az ingázás mellett az, hogy, hogy ott beszélgetünk, elmesélhetem, hogy így hogy történik a dolog, és a családdal vagyok, ez sok időt elvesz. Egyébként a kertészkedés már, mint az, hogy foglalkoztam, mindig úgynevezett kapás növényekkel, fűszer, paprika, vöröshagyma, burgonya, fokhagyma. Ezeket, ezeket nagyon szeretem, azt gondolom, hogy fizikálisan és szellemileg is nagyon jó kikapcsolódást nyújt. Az biztos, hogy, hogy ezt viszont egyedül szeretem csinálni, és nem társasággal, akkor igen, akkor ott jó érzem magam. Vannak saját földterületeim is, ahol én ezt tudom csinálni, ugyan nem hektárokról beszélhetek, de de ezt nagyon szeretem csinálni. De egyébként társasági ember. Igen. Igen. Vannak agyom. nagy összejövetelek, vacsorák? Vannak. Hát nem, nem titkolom azt sem el, hogy, hogy büszke voltam arra, hogy, hogy fiatalom. A vezetőim alkalmasnak tartottak arra, hogy ilyen. Pozícióra, pozícióra bízzanak meg, és persze természetesen nagy ünnepeket rendeztünk. Nagyon sok jó barátom van, és mondom, itt is szertettem rá már jó ismerősökre, és igen, ezt szeretem egy pohár bor mellett elbeszélgetni, jókat tenni, főzni is nagyon szeretek vathússal még nem próbálkoztam, és az is el fog jönni, de, de az ilyen, ezt a főzést ezt úgy értem, hogy csak az ilyen összejövetelekre, ilyen baráti beszélgetésekre. Ugye ön is utalt rá? Választ. Ugye ön is utalt rá, hogy nagyon fiatalon megbíztak önben a felettesei. gondol -e már a jövőre olyan szempontból, hogy ez az eddigi karrier mit hozhat még? Esetleg képzelje önmagát valamilyen országos szervezet élén, vagy nagyobb pozícióban? Mindenkinek van egy egészséges ambíciója, egészséges vezetői törekvése, úgy tetszik itt. Nem, nem gondolkodom még ebben. Abban Gondolkodom, és vezet, országos vezető parancsnokai ma ezt megbeszélve, hogy én itt szeretnék most dolgozni, itt szeretnék helytállni. Azt gondolom nincs szükség bizonyításra, de de azt azért valahol mégis bebizonyítani, hogy a Tolna megyei intézet biztonságosan törvényes keretek között jól működik. Az viszont igen, hogy itt a megyében, Szexárdon egy új börtönt építeni, amire mondtam, hogy látok esélyt, azt gondolom ez igen, ez lenne a ez lenne nagy dolog. Egy ilyet szeretnék, és nem nem, innen elkerülve, akár országos szintű vezető de azt gondolom, hogy erről felesleges is beszélnünk. Parancsok úr, tényleg itt műsoridő végén vagyunk, de egyetlen egy dolog, ahogy utaltam már rá, egy nagyon kedves, nagyon szimpatikus emberön, de nyugtasson meg, ön is méregbe tud gurulni, és ön is tud ideges lenni. Jó kollégákkal vagyok körüléve, és nem idegesítenek, nem mérgesítenek, de hát természetesen a börtönparancsnok is emberből van, így van. Én is tudok mérges, ideges, sem létezni vagy lenni. De most nem dühösen állunk fel a székből. Én nagyon köszönöm, hogy itt volt, nagyon érdekes volt önnel beszélgetni. A nézőknek a figyelmet köszönöm meg, és várom önöket legközelebb is viszontlátásra.